Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délutánt kívánok, és velem pedig a stúdióban Lázár Domokos, az Esti Kornél zenekarnak gitárosa, illetve az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet jogásza. A szegény Isten nyugosztalja, Solymosi Frigyes akadémikus volt, ilyen a vegyész publicista összetétel. Nem okoz ez ilyen skizofrén helyzetet számodra? Szia! Hát egyáltalán nem. Szóval nekem ez valahogy ez egy ilyen tök természetes dolog, hogy ilyen két laki vagyok, és igazából valahol mind a két dolog, azt hiszem, hogy ilyen azonos tőről fakad. Tehát, hogy mind a kettőt azért csinálom, mert nem tudom, hiszek abba, hogy ez király, és hogy ettől érzem magam jól, vagy így, vagy ettől érzem magamat valamennyire komfortosan így a világban, ami ezen nem megy annyira könnyen. Úgyhogy nem, sokszor megkérdezik ezt egyébként, hogy lehet az, hogy rockzenész is vagy, meg jogász, vagy ilyen közjogi dolgokkal foglalkozó, most nagyon idézőjelben ilyen tudós ember. Nem tudom, ez nekem valahogy ilyen tök természetesen összefonódik, úgyhogy el vagyok ezzel, köszönöm. Hogy alakul a nyaratok? Mármint most zenekarilag. Hát ugye most mikor is tudtuk meg, hogy korlátozások nélkül lehet játszani, mint egy hete. Szóval most derült ki, hogy lehetnek majd fesztiválok. Az egy más kérdés egyébként, hogy melyik az a fesztivál, amelyik bemeri vállalni a védettségi igazolvány, nem védettségi igazolvány sztorit. Hát de jelen pillanatban védettségi igazolvány. Hogy? Hát jelen pillanatban védettségi igazolvány. Hát igen, csak ugye vannak fesztiválok, amelyek már most kommunikáltak erről, hogy ők így nem merik bevállalni, mert hogy végeztek mondjuk nem reprezentatív felmérést, és az derült ki, hogy védettségi igazolványa mondjuk a közönségük fele nem. Nem, vagy nem rendelkezik, vagy nem akarja ezt a dolgot. Találtunk egy olyan területet, ahol a kettő tevékenységed, a zenészség és a jogásság összeér, mert hogy a védettségi igazolvány azért komoly jogi kritikáknak van kitéve, azért többen fogalmaztak meg az emberi jogok alapján kritikát a védettségi igazolvánnyal történő diszkrimináció val szemben, és hát érint téged, mint zenészként, akkor először is hallgassuk is meg, hogy mindenki tudja, kiről van szó, és aztán ezzel a témával folytassuk. Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is, mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András. Velem szemben pedig Lázár Domokos, az Esti Kornélnak gitáros, előbb az Esti Kornéltól az Akik élnek című számot hallottuk, és arról fogunk beszélni, hogy a szám előtt azt pendítettem meg, hogy szóba fogjuk hozni azt a kettősséget, hogy zenészként zenélnétek most már fesztiválokon, viszont jogászként meg hozzászólni valód lehet ahhoz, hogy a védettségi igazolvány az mennyiben probléma nélküli történet. No de, még mielőtt erre sort kerítenénk, a zenekarról beszéljünk már néhány szót, ez egy mezőtúri gimnáziumi együttes. Nagy hullámvasutazás volt az, hogy az alakulásotok után talán már 4 évvel például a Kispálnak a búcsú koncertjén ti játszottatok? Hát az mindenképpen egy nagyon furcsa élmény volt, vagy egy ilyen nagyon szürreális élmény volt. Azt hiszem, hogy 21 éves voltam talán, amikor a Kispáros koncert volt, a búcsú koncert. De hogy valahogy amikor erre gondolok, vagy így nagyon ritkán így, mit tudom, belegondolok abba, hogy már lassan 15 éve van az Esti Kornél, és hogy így nem tudom, milyen dolgok értek minket, akkor valahogy ilyen eléggé természetesnek tűnik ez az egész dolog. Tehát, hogy annyira régóta vagyok abba, hogy dalokat írunk a srácokkal, és azt egyre több ember hallgatja, és ez ilyen nagyon organikusan, lassan fejlődött föl ez a sztori, hogy én utólag már nem egy ilyen hirtelen dolognak érzem ezt, hanem egy ilyen, nem tudom, valahogy így a dolgok rendes menetének tartom.
tehát már azt sem éled meg valami furcsaságként, hogy mondjuk a köztévé forgat rólatok koncertfilmet, felléptek a MÜPÁ-ban, mint valami exkluzív esemény. Hát zenéltetek gyakorlatilag már mindenkivel, aki ebben a műfajban számít Magyarországon. Hát azt hiszem, hogy ez így az abszolút az életünk. Tehát, hogy az életünknek egy ilyen szerves része, és ugye hajlamosak vagyunk, vagy hajlamos úgy a közgondolkodás a zenészekre úgy gondolni, hogy hát ez egy ilyen zenélgetés, ilyen kis jó hobbi a normális civil munka mellett, de nekünk ez a munkánk, részben ez a munkánk, amit nagyon élvezünk, és amit nagyon szeretünk csinálni, de hogy ebbe csomó meló van. És akkor, amikor csináljuk akár egy koncertet, akár a próbateremben a dalokat, akkor ez egy ilyen, az egy tevékenység, egy munka, amit nagyon komolyan veszünk, és ilyen módon olyan nekünk a zenélés, mint bárki másnak a munkája, hogy ezt csináljuk. Zenész vagyok. És már gondolom nagyon vártad, hogy zenél, akkor itt kanyarodjunk vissza a mostani nyárhoz. Mi a véleményed a védettségigazolványról? Hát figyelj, egyrészt szerintem egy picit távolabbról menjünk ennek neki, erről az egész Covid dologról. Rendben, menjünk távolabbról neki. Hogy amikor ez az egész így beütött, meg valahogy így nekünk is ilyen egyértelművé vált, hogy ez most egy olyan dolog lesz, ami miatt az addigi tempónk, az addigi életritmusunk meg fog változni. Zenészként is, meg egyébként is, átlag emberként is, akkor én először azt gondoltam, hogy ez sokkal kevesebb ideig fog tartani. Tehát, hogy én körülbelül arra számítottam, hogy 2-3 hónapig, mondjuk max 2-3 hónapig nem fogunk koncertezni, és utána jön a nyár, és a nyár után elindul az ősz, és minden visszaáll a régibe. És nekem azt hiszem, ott volt egy ilyen nagy ilyen lelki ilyen megzuhanás, amikor szeptemberben már látszott, hogy itt megint le fog minden állni. És onnantól kezdve ilyen nagyon kettős érzések voltak bennem. Egyrészt mi szeptemberben ugye egész zenekar együtt átesett a Covid-om. Nem volt nagyon jó érzés, de nem is volt ilyen nagyon vészes, szerintem ugyanaz volt nekünk kb., mint az emberek nagy részének. Influenza-szerű betegség, pár hétig tényleg elég rosszul voltunk, túl lettünk rajta, és egyébként már egy héttel a gyógyulás után koncerteztünk. Az volt az utolsó koncertünk a Budapest Parkban egyébként szeptemberben. És utána én egyszerre éreztem azt, hogy tökre féltem a nagyszüleimet. Tényleg egyébként apropó, hát a Esti Kornélon nem, de nyáron Lázár Tesó koncerten voltam még. Már mint találkoztunk. Tényleg tavaly nyáron, ki is most a fejemből. És már az is szürreális volt egyébként, hogy egy ilyen ültetett, egymástól távol. Ja. Igen, na, visszatérünk akkor a utolsó koncertetek, mármint ősszel. Igen, és akkor én utána kezdtem el igazából nagyon, nagyon rosszul érezni magamat. Azt éreztem, hogy iszonyatosan megint egy ilyen iszonyatosan megosztott lett a társadalom, és úgy megint úgy lett ez az egész keretezve, hogy vannak a vírustagadók, és vannak a, nem tudom, a vírus rettegők, és hogy a kettő között nem lehet valami olyan zóna, amiben értelmes párbeszédet lehet folytatni, és azt gondolom, hogy a védettségi kártya is egy ilyen téma. Tehát tök bonyolult kérdés az, hogy egyébként mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, hogy mondjuk beltérben akarsz, mondjuk egy akváriumban akarsz csinálni egy 1200 fős koncertet, és hogy mondjuk hogy lehet azt megelőzni, hogy a 23 éves rajongónak a nagymamája ne legyen, nem tudom, halálos beteg, hogyha esetlegesen elkapja az unokájától a Covid-ot. De közben ugye feltalálták az oltást, elkezdték oltani az embereket,
És én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy, ha valamennyire is, nem tudom, hiszünk abba, hogy a múltban is úgy győztük le ezeket az ilyen járványokat, hogy védőoltás volt, akkor most is vannak védőoltások, adassuk be, legyünk ezen az egészen túl, de valahogy nyilván jogilag és morális szempontból pedig érezzük, hogy, azért ez a védettségi kártya, hogy ezzel vannak azért ilyen furcsa dolgok. Egyrészt önmagában a védettségi kártya, erről egyébként nem is annyira régen írtunk az Ekintbe, önmaga paródiája abból a szempontból, hogy, egyrészt ugye úgy is odaadják az ember kezébe, hogy, még mondjuk a tudomány állása szerint nem védett az ember, azt se lehet belőle megtudni, hogy a második oltást felvette az ember, de közben pedig van az egészben egy olyan faktor is, hogy, azért tulajdonképpen ezzel az egésszel azt érjük el, hogy nem adunk választási lehetőséget az embereknek arra, hogy eldöntsék, hogy mondjuk beadatnak maguknak egy, oltást, ami azért mégiscsak egy olyan kérdés, hogy az embernek az újkori eszmények szerint joga van ahhoz, hogy a saját testét érintő döntéseket meghozza. Nem, igen, tehát, hogy, és, ezt nyilvánvalóan azok a szabályok azért nagyon erősen befolyásolják, amelyek, mondjuk az oltáshoz kötnek egy csomó mindent, amit az életben szeretünk vagy tudunk csinálni. És itt tegyünk rendbe egy dolgot azért, mert nagyon-nagyon gyakran szokott ellenérvként elhangozni az, hogy de hát kötelező oltások vannak. Világszerte kétfajta kötelező oltás van, egy, ami a gyermekeket illeti, pontosan azért, hogy a gyermeknek a jövőjével, egészségével még a szülő sem rendelkezhet, tehát a tágabb közösség ezt a jogot magához vonja, hogy azok a halálos kórok, amelyeknek ki vannak téve gyermekkorban, vagy egész életükben az emberek, de gyermekkorban ez ellen már védettséget lehet szerezni, azt ne a szülőnek az önkénye dönts el. A másik meg az, hogyha bizonyos helyekre utazni akarunk, akkor oltást írnak elő. Egyébként sokkal szűkebb körben, a gyakorlatban sokkal szűkebb körben van ez, mint egyébként javallott, vagy, mint amit egyébként erről a hivatásos szervek tájékoztatásából kiderülne. Tehát mondjuk Fekete Afrikába való beutazásnál korán sem szokták az oltásokat ellenőrizni, vagy egyáltalán kérni, akkor inkább, hogy az egyik országból lépsz át a másikba. De a felnőttek esetében az ő mérlegelésük, hogy milyen veszélynek teszik ki magukat, és hogy mondjuk akarják-e, hogy minden áron mindenféle veszélyt kizárjanak az életükből különböző oltásokban sem. Az influenza elleni oltást is csak ajánlani szokták elsősorban 60 év felett, és még van egy csomó minden más olyan oltás, amelyet, ajánlanak, de felnőtt embereket ilyen módon kötelezni. Nem, ezt most csak azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy, hogy ezt tisztázzuk, hogy nincsen felnőtteket érintő kötelező oltás egyébként egy országon belül. Hát igen, és ugye nyilván jogilag ez sem kötelező, de nyilván a szabályozási környezetet úgy, tűnik, hogy úgy alakítják ki, hogy mégiscsak kötelező lesz, hogyha az ember egyébként mondjuk kulturális tartalmakat kíván fogyasztani. Vagy egy idő után, ami most nézzük meg, hogy így lesz-e, a gyakorlati élet mond erről le. Ja. Mert hogy nézzük a következő szituációt. Szoktatok ilyen, vagy még nem vagytok rászorulva, de hogy marketing célból szervezett eseményeken fellépni, ahol ingyenes a belépés? Hát maximum ilyen városi nap jellegű dolog, hát az, ami szóba jöhet, de mondjuk ilyen céges buli, vagy hogyha erre gondolsz, olyanokat nem szoktunk. De, ugyebár a zenészeknek egy jelentős része élni szokott ilyenből, hipermarketnek a parkolójában. Ja, hát ez igen, nem a mi műfajunk, de, ja, a zenészeknek egy része az persze ebből. Na most ez vagy meg fog szűnni, tehát ilyen többet nem lesz, és akkor a kollégáid egy része már, mint a zenész kollégáid egy része ilyen hal, vagy pedig semmi értelme a védettségi igazolványnak. Tehát most is például az van, hogyha van két telek, amelyek egymással szomszédos, az egyik egy vendéglátóipari egység, a másik pedig mondjuk egy magánháznak a kertje, és a magánház kertjében felállítok egy zenekart, amelyik ott zenél, mindenki hallja a vendéglátóipari egységben, az szabad védettségigazolvány nélkül.
Ha azt mondom, hogy ez a kerítés nem két telket választ el egymástól, hanem egy kordon egy rendezvényen belül, akkor azt meg nem szabad. Persze, hát borzasztó logikátlan az egész. Tehát ez, de hogy ezen igazából szerintem nagyon nincs mit csodálkozni. Tehát, hogy a... Tehát, hogy az elmúlt másfél évben mi volt az tulajdonképpen a járványkezelésben, amiben mondjuk észszerűséget látunk, és nem mondjuk ilyen politikai hasznot, vagy kapkodást, egyszerű szerencsétlenkedést. Tehát, hogy én, hogy mondjam, ilyen szempontból nem vagyok meglepődve, mert hogy eddig sem az történt. Tehát világszerte azért ez volt, ez nem magyar specifikus dolog. Ötletek, pillanatnyi ötletrohamok, hihetetlen alacsony számoknál állítanak le országokat tavaly tavasszal, úgy, hogy a termelést is. Aztán, amikor jócskán nőnek a halálozások már most télen, tavaly ősz végén, ahhoz képest is, meg a fertőzés számunk is, akkor a termelést már nem állítják le. Ez mondom, nem magyar specifikus kérdés. Ja, abszolút igazad van. Hát szerintem, tehát én azért is mondom azt, hogy nagyon elkezdtem magamat rosszul érezni, mert azt éreztem egy idő után, hogy egyszerűen megbolondult mindenki. Tehát, hogy így megőrült az egész világ, és hogy tök érdekes, beszélgettem erről több barátommal is, akikkel én filozofálgatni szoktunk, hogy valahogy valami olyasmit érzek, hogy a nyugati világ valahogy ezt a halál kérdését, vagy az elmúlás kérdését iszonyatosan nem tanulta meg, hogy mondjam, diskurzus tárgyává tenni. Tehát, hogy egész egyszerűen nincs erről nem tudom, nincs erről, nem is az, hogy élményünk, hanem valahogy kialakult ilyen, nem tudom, álláspontja a nyugati társadalomnak arról, hogy mit kezdjünk azzal, hogyha valami nem a mi kezünkben van, vagy úgy érezzük, hogy kicsúszott a kezünk közül, miközben egy csomó ilyen dolog van. De most ugye nagyon nyilvánvaló lett így a COVID által, hogy egyszerűen vannak dolgok, amiket nem mi szabályozunk, és ha megpróbáljuk szabályozni, vagy megpróbálunk erre szabályokat írni, akkor ilyen elképesztő hülyeségek történnek, mint amiről az előbb is beszéltél. Na, helyben vagyunk, és megint egy olyan kérdés, ami a te kettős személyiségedet, kettős tevékenységedet érinteni fogja. Erről közös barátunkkal, Német Róberttel, aki nekem újságíró kollégám, te viszont léptél fel szintén közösen fel, hiszen voltatok Heaven Street 7 előzenekar is, amikor még volt. Szóval vele beszélgettünk arról az elmúlt egy év, bő egy év során gyakran, hogy minden, ami kockázat, ami veszély, ami szabálytalan, az nekünk lételemünk. És ugye a rock'n'rollnak lételeme, hogy nem tudjuk, hogy mi van. Ugyanúgy a liberális jogfelfogás szerint és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, mint az egyik nagy magyar szabadelvű személyiség nevét viselő intézményként is az, hogy ez a veszély hozzájárul az életünkhöz, a szabadság az egyenlő veszélyesség is. És amire most te utalsz, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy megbolondult a világ, és erre majd vissza fogunk térni egy másodperc múlva. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Radiohead szólt imént, éppen amikor a rock'n'rollnál tartottunk annál, hogy a számunkra valahogy az a lételem, az a életnek a szerves része, hogy vannak olyan veszélyek, vannak olyan meglepetések, amelyeket nem tudunk előre kalkulálni, és minthogyha a világ olyan szituációba jutott elő, hogy neki legyen teljesen kockázat nélküli. Erre utaltál, gondolom, amikor azt mondtad, hogy mintha megbolondult volna a világ. Igen, igen. Tehát, hogy erre a dilemmára, vagy erre a jelenségre gondoltam, hogy valahogy így nagyon azt érzem, hogy felborult valahogy ennek a kockázat dolognak a kezelése, és próbáljuk azt az illúziót fenntartani, hogy mindent kézben lehet tartani, és mindent ilyen policy-k szerint lehet az életbe így besorolni, és a magunk számára a kockázatokat előre ki lehet zárni. És hát tök kézenfekvő, hogy egyébként pont az egészséggel, vagy az egészségügyi állapottal kapcsolatban jön egy ilyen
pofon, hogy ja, hát egyébként meg nagyon nem, és a világ ennek ellenére próbált ugye mindenféle kapkodós megoldásokkal csinálni valamit, és talán nem a legjobb módon tette ezt. De ez a kontrolligény? Mondjuk így? Hát nem szerettem egyébként nagyon ezeket az ilyen pszichológiai fogalmakat használni, mert nagyon sok fenntartásom van a pszichológiával, mint disziplinával kapcsolatban. Biztos ez a friss szociológiai tanulmányoknak az egyik következménye, hogy valahogy nagyon próbálják az egyénre hárítani egyébként a társadalmi őrületnek a következményeit, és az egyén felelőssé tenni azért, ami egyébként a társadalomnak a sara. És egy kicsit itt is azt érzem, hogy próbálják azt elhitetni az egyénnel, vagy próbálunk úgy tenni, minthogyha az életet kockázat nélkül, vagy a szabadságot kockázat nélkül meg lehetne élni, és inkább bezárunk, és lezárunk mindent, és az életet, azt az élet és az egészség közé egyenlőségelet húzunk, vagy az élet és a minél magasabb egészségügyi állapot között, és egyébként az olyan dolgokat, mint a kultúra, az olyan dolgokat, most akkor én emberi érzéseket mondok, mint a felszabadultság, vagy az öröm, vagy ezek a dolgok, mint hogyha ezek jóval kevesebbek lennének, vagy mondjuk azt, hogy az ember érezze azt, hogy értelmes dolgot csinál nap, mint nap. Ugye egy csomó embernek abba kellett hagynia, amit csinál, vagy legalábbis máshogy kellett csinálni. A zenészeknek például ott kellett hagyni a színpadot, miközben azt gondolom, hogy szabadtéri koncerteket lehetett volna tartani. Addig, ameddig az időjárás engedi. Na, erről kérdezzük meg hallgatónkat, aki már is itt van velünk. Jó napot kívánok! Haló! Hát úgy értem, a Horn Gáborral már sikerült ott ezt megcserélni, folytatunk. Következő, amit mondtok, hadd tekeződjünk, mert úgy sem vagyok az idősebb, hogy gyakorlatilag itt beszéltek erről, hogy kötelező, nem kötelező, itt egy a megoldás, csak a kötelezővé tétel. Tudom, hogy ez úgymond nem demokratikus, de ez nem demokrácia. Ez nem demokrácia kérdése. Demokratikusnak nagyon lehet demokratikus, ha a demokrácia az, hogy a többség miként dönt. Ez egyéni szabadságjog kérdés, nem demokráciái. De jó, figyelj, hogyha így fogalmazzuk meg, akkor ne tegyük kötelező, viszont akkor moziba, színházba, koncertre, bevásárlóközpontba, buszra, villamosra, repülőre, tömegközlekedésre, autóbuszra, csak igazolványra lehet felszállni. De miért is? Ez fogja lassítani a dolgokat, és mindenki az ellenőrzéset. Tessék, mondd? De miért is? Hát azért, mert ugye, ha 5 millió ember van beoltva a 8 millió helyett, akkor ez úgynevezett, ez a védettség nincs meg a társadalomban. Aki ezt nem érti meg, az maradjon otthon, vagy menjen ki egy erdőbe, és ott egy sátrat verjen több száz méterre mindenkitől, vagy pedig a lakásába marad, és akkor rendel szépen kaját a különböző áruházakban, mindenki mindent kibít, lehet enni, inni. Én például nekem van 4 alkalmazottam, az alkalmazottaim nem oltatják be magukat, akkor ki vannak rúgva, kész. Figyelj, nincs ilyen. Nincs hát ilyen. Amit nyilvánvalóan munkáltatóként nem tehetsz meg, az összes ezzel kapcsolatos munkajogi akkor per igen, természetesen el fogod veszteni. Igen, menjen munkajogi bíróságra, nem érdekel, elküldöm. Ugye ez a vállalkozás, ami működik, ez nem az egészségügy területén, és pláne nem a víruskutatásban fejti ki tevékenységét, ugye? András, figyelj, nem lehet így finomkodni ebben a kérdésben. Én kérdeztem valamit, hogy ugye ez nem egy egészségügyel foglalkozó vállalkozás. Nem, ez ilyen fordítás. Akkor te akkor te honnan tudod azt, mit? Hogy ez a vírus, vagy ez a járvány az, amelynek akkora a veszélyesség, amit feltétlenül minden hát áron... Tudom, mert én például Duda Ernő nevét talán hallottad már, ismert a Dörer professzor, aki egy 71-néhány éves virológus professzor, ezt csinálja 41-néhány éve, a Karikó Katalinnak volt a munkatársa 80-as években Szegeden. Ő ugyanezt mondta, ha nem lesz kötelező, ha nem teszi kötelezővé, akkor mindenki menjen ki az erdőbe, vagy maradjon otthon. Ezt mondta ő is. Én csak őt ismétlem más szavakkal. Neki hiszek, és a többi virológusnak is hiszek. Figyelj, azért, mert itt ezt még nem vezették be, és a demokrácia úgynevezett védelmébe, idézőben nem is akarják bevezetni a kötelezővé tételt,
akkor ez a megoldás, hogy se, akkor figyelj, nem kötelező, sehova nem mehetik védettségigazolvány nélkül. Én tudom, hogy ez le fog lassítani. Hát most is, hogyha te is jársz koncertre, be akarunk jutni egy arénába, akkor jobb együtteseknél így is sajnos van, akkor negyed órát, 20 percig kell várni, amíg beengednek. Most majd egy órát kell várni, amíg beengednek, mert mindenkire lesz egy ilyen QR-kód leolvasó, vagy mehetsz, vagy nem mehetsz le, kész. Tehát ezt el sem fognak indulni, akinek nincs nyilvánvalóan. Ki kell zárni a hamisítást. Lehet, ezeket egy kicsit radikálisnak tűnik, András, ez a megoldás? Ez nem radikálisnak tűnik, hanem milyen? Hanem diktatúrikusnak tűnik, de az a helyzet, hogy jelen pillanatban megpróbáltam előkeresni Duda Ernőnek a tavaly februárban tett nyilatkozatát, amely arról szólt, hogy ez a járvány egyáltalán nem lesz veszélyesebb, mint egy szezonális influenza. Én ezt a saját oldalon meg is osztottam többször, mert hogy a szakértők, mint az elmúlt egy évben mondtak, azokhoz, hogy is mondjam, csak valami komoly precíziós szerkezetet nem lehetett volna igazítani. Én teljesen képben vagyok az előbb említett. Én ezelőtt, ott én meg egy hónap ezelőtt a Népszavába adott egy szombati napon egy interjút, hogy köve egy másik hónap, és én abból idézem, hogy ezt mondta. Tehát egy évvel eltelt, azért kiderültek dolgok, a Duda Ernő most egész más mond. És én a mostani nyilatkozatának. De az a lényege, hogy te ebben hiszel, értem? Nem csak hiszek, hanem ezt el is várom mindenkit. De elvárod azt, hogy valaki a te hitet szerint járjon el, mert... Nem, itt tudom én miért. Azt gondolod, hogy te vagy a felvilágosultabb, és az összes többi... Nem szeretném megvédeni magamat is attól, hogy esetleg elkapjam még egyszer, bár már túl vagyok két oltáson, de tovább megyek. Sajnos a saját családomban, nekem 3 gyerekem van, és az egyik a legnagyobb fiam, a 47 éves fiam, figyelj, olyan kommenteket írogat Horváth Gábor néven, hogy elájulok tőle, annyira el vagyok borzadva, hogy ők nem hajlandók magukat beoltatni, se a felesége. És olyan kommenteket írogat a Facebookon, hogy rosszul vagyok tőle. Saját gyerekemtől, hogy ilyeneket ír. Sajnos. A családom belül is, és nem tudom meggyőzni, ilyenkor nem is akarom. Én nem lehet, hogy megérteni kéne, és nem feltétlenül meggyőzni. Nem lehet megérteni. Figyelj, ha itt nem hozzák ezeket a radikális döntéseket, meg tudom, hogy kötelezően nem fogják tenni, mert a demokrácia mekkora nagy védelmében, de ha ezeket a... Tehát, hogy sehova nem mehet el, akinek nincs igazolványa, semmilyen közösségi térben nem mehet, se koncert, se színes, stb. Elmondtam, akkor úgyis vagy a 4 fal között marad, vagy mégis meg fog hajolni, és be fogja magát oltatni. Hát szerinted van más megoldás? Lehet úgy élni, hogy sehova nem mehetsz el? De szerintem meg nem lehet kizárni az összes veszélyt az életünkben. A fő kérdés az, hogy a koronavírus, pontosan a koronavírusnak ez a válfaja, az abba a körbe tartozik-e, amely szükségessé, elkerülhetetlenné teszi-e azt, hogy az egyéni szabadságokat korlátozzák, avagy ez az egyéni kockázatviselés területére tartozik. Ez a vita kérdése. Ez szerintem nem lehet eldönteni olyan alapon, hogy én ebben hiszek, én ezt gondolom, és mindenki fogadja el azt, amit én mondanak, mert hát még adott esetben még az is kiderülhet, hogy az embernek a saját fia sem ért vele egyet. Hát látod, hogy nem ért velem egyet, tehát az ő élete majd sehova se fognak menni, otthon fognak maradni 4 fal között, ez van, és rendelik a kaját. Hát vagy hogy az lesz a vége, hogy mégiscsak arról lesz szó, hogy neki lesz igaza, és az élet fog igazodni az ő hozzá. Na hát a későbbiekben a családi viták elsimításában reménykedve megköszönöm, még hogy telefon... Ez a liberalizmus, ez az, ami meghalt, ami mellette vagy, szóval ez így nem lehet gondolkodni sajnos, ez sehova se vezet. Hát igen, ez különböztet meg minket liberálisokat attól, ami nem liberális, hogy szerintünk meg pontosan lehet úgy is gondolkodni. Tiszteletben akarom tartani az a te jogodat arra, hogy máshogy gondolkodjál. És... Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen. Szervusz. Szia. Na, tehát akkor... Családi drámák után térjük vissza. Hirtelenében nem is tudom, hogy hol tartottunk, ez egy kicsikét erős beköszönésnek tűnt, majd ezután is köszönöm természetesen neki, majd még folytatni fogjuk, ahogy ismerem következő adásokban is ezt. A kontrollnál tartottunk, hogy mindent kézben tudunk tartani. Mondtad, hogy nem szereted a pszichologizálást, és hogy ez egy nagyon ismerős pillanat, ami az előző telefonhívásból is kiderült, hogy a félelem
az hogy tudja megölni azokat a emberi jogi vívmányokat, civilizációs vívmányokat, amelyeket évszázadok során szépen építettünk fel. És hogy ez mennyiben manipulálható-e? Mármint a félelemmel való bármi. Hát nyilván a kérdés egy kicsit a választ is tartalmazza, tehát nyilván borzasztóan, tehát 2015 óta más se látunk, csak kimegyünk az utcára, és a kék plakátokon próbálnak hatni ugye a félelmeinkre. Hát ez abszolút, tehát hogy ez a koronavírus, a vírustól való félelem, az valószínűleg nem csak a magyar kormánynak, hanem minden politikai alakulatnak a világon egy ijesztő és egyben vonzó lehetőségként jelent meg. Hát szerintem most ebből az előző telefonból is tökre érezhető volt, hogy mennyire összekavarja az embereket ez az egész dolog, és valahogy nekem az a furcsa, hogy az emberek rögtön egy nagyon gyorsan ki akarnak alakítani egy nagyon határozott álláspontot erről az egészről, és mindenki más, aki mondjuk gondolkodni akar ennek az egésznek egy picit a különböző nézőpontjáról, vagy az érveket, ellenérveket felsorolni, az egész egyszerűen nem tudom, le van hülyézve, és az van rá mondva, hogy nem tudom, gyilkos, vagy épp az ellenkezője, hogy nem tudom, vírusfélő. Ez nem lehet annak következménye, hogy a társas életünket azokat kommentfalakon folytatjuk, és hogy egyből igazodni ahhoz, akarunk ahhoz, hogy ne lógjunk ki az előre jól megjósolható többségi álláspontból? De ez biztos benne van, hát szerintem az alapvetően jellemző volt ránk mindig is, az emberek nagy többségre legalábbis, hogy nem nagyon szeretne a sorból kilógni semmiben. Tehát akkor érzi magát biztonságban, akkor érzi azt, hogy a saját kis, nem tudom, élete védve van, ami persze nyilván egy tök nagy röhelyes illúzió, hogyha nem nagyon hallatja a hangját másképp, mint amit a többség kíván. És egyébként, tehát hogy én például most csak még egy kicsit az oltásokról beszélve, én egyébként beoltottam magam, mérlegeltem azt magamba, hogy mennyire gondolom azt, hogy az oltás az engem megvédhet. Én valahogy úgy gondoltam, hogy ez inkább igen, mint nem, de hogy az, hogy másokra tényleg azt, amit mondtál te, és hogy rákényszerítsem azt, hogy már pedig ahogy én gondolom, vagy ahogy én mérlegeltem magamba, és ahogy döntöttem, az az egyetlen helyes döntés. Valóban a liberalizmus, tehát ha valaki liberálisnak gondolja magát, akkor vállalja az ezzel járó dolgokat is. Ami például azt jelenti, hogy egy ilyen kérdésben is az embernek a döntési jogát, azt meghagyjuk. Tehát a végsőkig, és én is azt gondolom, hogy a koronavírus az talán nem az a betegség, aminél egyébként ne lehetne döntési lehetőséget hagyni az embernek. Hát nem is az betegség, hanem ez egy ugyebár csak még fertőzés, aztán az embereknek igen, csak kisebbik része lesz ettől egyáltalán beteg. Te mikor kezdtél el egyébként így politizálni, vagy az életnek a ilyen ideológiai részével is foglalkozni? Mert most úgy mondtad magadról, hogy hát a liberalizmus az ilyen kellemetlen dolgokkal is jár. Például mikor mondtad ki magad számára, hogy te liberális vagy? Hát az, hogy mikor kezdtem el, vagy hogyan jött ez az egész dolog, nyilván nálam ez egy ilyen családi hatásra következett be viszonylag korán, tehát főleg az édesapám, ő nagyon, már nagyon kiskoromban beszélt nekem ezekről a dolgokról. Emlékszem, amikor mondta, hogy Tordján demagóg, és akkor én ezt mondtam az Ovi-ba a Dadus néniknek, hogy Tordján demagóg, és akkor mondták anyukámnak, amikor jött értem, hogy hát a gyerek olyan furákot mond, hogy valami demagóg, hogy ez mit jelent. Kérdezték ezt a Dadus nénik anyukámtól, szóval hogy a családi legendák szerint már egészen kiskoromban is. A mezőtúró mennyire volt beágyazott a független kisgazda? Ja, hát ezt nem tudnám már megmondani, mert nem emlékszem, de minden esetre, tehát hogy ez mutatja azt, hogy van egy ilyen erős családi faktor ebben az egészben, hogy én viszonylag korán elkezdtem ugye közéleti dolgokkal élenken foglalkozni.
És hát egy liberális nevelést kaptam, vagy egy ilyen liberális elvek szerinti szocializációs példa volt előttem, és azt hiszem, egy kicsit egyébként ez azóta abban az értelemben változott bennem, hogy mondjuk a liberalizmusnak azt a változatát tartom egyébként, nem tudom, helyesnek, amelyik mondjuk a szociális problémákra is tekintette van. Tehát ilyen értelemben egy szociáldemokrata vonal is van, azt hiszem, bennem, ami tök fontos, és hogy nagyjából így áll ez, azt hiszem, össze bennem, de erről nem szoktam egyébként így beszélni, szóval inkább azt érzem magamban, hogy az embereknek a szabadsága az, hogy mondjam, az a legfontosabb, vagy az, hogy az ember szabadon élhessen, az talán így az egy ilyen alapvető vezérlő el volt nekem, akkor is, amikor még nem tudtam azt, hogy van ilyen, hogy liberalizmus, meg nem tudom, konzervativizmus, vagy bármi. Tehát, hogy én azt láttam otthon, hogy az ember mindig elmondja a véleményét, elmondhatja a véleményét, és most egyébként az utóbbi 10 évben azt látom, hogy ha az ember elmondja a véleményét, ezt a szüleim életén látom, akkor igenis elég komoly hátrányok érhetik egzisztenciálisan. És ezt mondjuk, és majd biztos fogunk beszélni az ellenzékről is, ezt 2010 előtt egyáltalán nem érzékeltem mondjuk a családi sztorikban. Most pedig igen, elég régóta, és ez az egyik olyan dolog, ami nagyon nyomaszt és felháborít. Jó, emberrel akkor majd beszéljünk később, de ha a félelmeknél tartottunk, meg liberalizmusnál, én ezt azért kérdeztem meg tőled, hogy te ezen mikor kezdtél el ilyesmiken gondolkodni, mert bizonyos közegekben, és a művészetek, az mindenképpen ide tartozik, de úgy alapvetően tanult urbánus közegekben is népszerű álláspont liberálisnak lenni, és nem is értik nagyon sokan, hogy a társadalmakon belül miért számít ez népszerűtlen dolognak. És például az elmúlt egy évnek számomra az a tanulság, hogy azért, mert van egy elementáris erejű vágy a társadalmakban, hogy valaki gondoskodjon róluk, védje meg őket. Hogy igazából az, ami Magyarországon történt az elmúlt tizenvalahány évben, az elképzelhető, hogy ráérzése egy olyan igénynek, ami a világ számára mondjuk csak 2020-21-ben manifesztálódott. Hogy lehet, hogy ez amilyen rendszer Magyarországon kialakul, az lesz a mintaadó. Erről már többször, több körön, több megközelítésben volt itt szó, de számomra az elmúlt egy évnek az a tanulság, hogy eléggé kompakt ezzel a fajta igénnyel, elvárással, kockázatkerüléssel mindaz, ami Magyarországon történt, nem? De abszolút, és ez nagyon-nagyon riasztó. Tehát ez, amit itt a politika tudomány, autokráciának, vagy hibrid rezsimnek, most tudom, hogy van ennek 20 másik szinonimája, szóval, hogy ez a modell... Neked is elmondom, én nekem az elmúlt időszakban a kedvencem a plebisciter vezérdemokrácia lett. Na, akkor de jó neked. Nem, mert komolyan, ez az elmélet engem megragadott, és leginkább. Ezt nem annyira ismerem. Foglalkoztam egyébként egy pár éve ezzel a terminológiai kérdéssel, elolvastam nagyjából ugye a magyar és angol nyelven elérhető dolgokat erről. Tényleg nem az elnevezés itt a fontos, hanem az, hogy ez az ilyen illiberális modell, most akkor hívjuk így az egyszerűség kedvéért, én jobban szeretem egyébként az autokrácia szót, mert az egyértelműsíti, hogy nem demokráciáról beszélünk, hát úgy tűnik, hogy azért ragályos, és nem csak itt a kis közép-kelet-európai régiónkban, hanem most tényleg nem kell túl messzire mennünk nyilván a Trumptól kezdve egy csomó dolgot említhetnék, és most már egyébként Nyugat-Európában több államot is, és amit mondasz, ez az elmúlt egy év is arra utal, hogy hát itt azért lehet, hogy nagyobb probléma van egyébként a különböző társadalmak
lelkében, igényeiben, mint ahogyan mondjuk a Covid előtt azt reméltük. De a szabadság az mindig felelősséggel jár. Azért a felelősség kerülése az is egy teljesen természetes emberi ember természetéből fakadó tulajdonság. Ha valaki ezt megígéri, hogy nem kell felelősséget vállalnod, az tud népszerű lenni. De... Na jó, csak ugye, hogyha valaki megígéri, hogy nem kell felelősséget vállalnod, arról tudni kéne, hogy az hazudik. Tehát, hogy nekem inkább az a furcsa, hogy az hát emberek... Hát vagy nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Mire gondolsz? Hát le tudja venni a felelősség viselésének a terhét a válladról, pontosan azon az áron, hogy a szabadságodnak egy részét is elvonja. Oké, bocs, én arra gondoltam, hogy az egy hazugság, hogy úgy veszem le a felelősséget a válladról, hogy közben egyébként szabad vagy. Tehát nyilván ez a konstrukció nem létezik. Nem, de az emberek, minthogyha most azt látjuk, hogy minthogyha könnyebben mondanának le a szabadságukról, mint a biztonságukról. Hát igen, szerintem ezért kell nagyon sokat beszélni erről, például egyébként egy jogásznak, vagy egy közjoggal foglalkozó embernek, hogy mit csinálnak egyébként a jogainkkal a koronavírusra hivatkozva. Na és mit? Hát Magyarországon egészen brutálisan korlátozzák, tehát a véleménynyilvánítás szabadságától kezdve, aminek ugye része van a gyülekezési jog is, egészen addig, hogy állampolgárokat, más országnak az állampolgárait lazán kiutasítják erre az egész járványhelyzetre hivatkozva, simán egy miniszteri utasítással kiürítenek kórházakat. Tehát, hogy olyan dolgok történnek, amelyekről azt gondolnánk, hogy egyszerűen még egy ilyen rendszerben sem fordulhatnának nagyon elő. De nem tudom, kezdjünk el tételesen erről beszélni, hogy például a rémhírterjesztés tényállás az számomra, amikor az megjelent, az egy egészen döbbenetes volt ezt olvasni jogászként úgy, hogy nem tudom, azért 6 évet tanultam az egyetemen ezekről a dolgokról. Miközben egyébként az elmúlt 10 évben azért nyilván az egész közjogi rendszer brutális leépítését láthattuk, szóval nem is kellett volna talán annyira meglepődni, de az elmúlt egyében szerintem ez még egy következő szint, amit a Fidesz csinált. És nyilván akkor beszéltünk egyébként. Na várj, akkor én itt játszom az ördögügyvédjét, mert hogy stimmt, csak hogyha például vannak olyan felületek, ahol az emberiség egy jelentős része kommunikál, nem állami alapon, hanem üzleti alapon olyan helyzetbe került egy cég, hogy az emberi kommunikációnak a jelentős részét ellenőrizni tudja, a Facebookról beszélek, ő ugyanezt megteszi, a maga eszközeivel jó, nem viszel börtönbe, de úgy, ahogy van törül a saját felületeiről, hátrányba hoz téged. A mai napnak a híre az, vagy a tegnapi nap híre az, hogy a Facebook mégsem távolítja el most már automatikusan azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy a vírusnak az eredete az lehet mesterséges is. Ezt idáig ezeket a posztokat eltávolította, a megosztóit pedig szankcionálta. Milyen alapon? Ebből. Persze. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy csak az állami rendszerekkel van gond, vagy hogy csak mondjuk a Fidesz az, amely korlátozza jogainkat. Igen, a Facebook is egyébként egy olyan platform, vagy egy olyan, hát most már azt lehet mondani, hogy egy hatalmi ág tulajdonképpen, vagy az ilyen közösségi média felületek, amelyeknek nyilván a szabályozását nagyon hamar és gyorsan át kéne gondolni, vagy újra kéne gondolni annak fényében, hogy egyébként hogyan tudnak akár választásokat eldönteni, stb. Hát így van, akkor erről nem sokára beszélni fogunk a hírek után, a következő órában csomó olyan dologról, ezek szerint, mert jogunk sérti meg. Maradjanak velünk, addig is némi zene, azután hírek, és azután jövünk vissza. Beszóló. Interaktív kibeszélőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Velem meg Lázár Domokos, az Esti Kornél zenekar gitárosa, illetve az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet jogásza.
Folytatjuk az előző órában elkezdett beszélgetést, amelyet éppen ott tartott, hogy miféle jogkorlátozások, jogfosztások azok, amelyek az elmúlt időszakban a járványra hivatkozással életbe léptek, de amelyek azt hiszem, hogy Magyarországon tendenciába illeszthetők a korábbi évekkel, vagy korábbi évek tendenciáit követik. Hát abszolút, abban az értelemben mindenképpen, hogy vagy az ilyen alapvető demokratikus vagy jogállami elvek azok nyomokba sincsenek jelen a koronavírussal kapcsolatos, vagy a koronavírusra hivatkozva a meghozott intézkedésekben. Az már egy ilyen fontos pontja szerintem ennek az egésznek, hogy rendkívül jogrend nélkül is meg lehetett volna hozni egy csomó intézkedést. Tehát rendkívül jogrendnek a bevezetése az egy szükségtelen lépés volt. Van egy egészségügyi törvény, amiben tulajdonképpen az összes olyan intézkedés le van írva, amit a COVID miatt meghoztak. Úgyhogy a különleges jogrend az ilyen módon tényleg nem szól másról, mint hogy rendeleti úton lehessen egy csomó mindent megcsinálni. Amit egyébként a parlamenten keresztül is meg tudott volna csinálni Orbán, de így nyilván egy egyszerűbb volt. Hát vagy kommunikációsan így volt jobb? Illetve nyilván kommunikációsan rá lehetett erre húzni a nagy nemzetmentő narratívát, de hogy közben pedig azért mégis arról van szó, hogy egy rendkívüli jogrendet vezettek be az ország egész területére, amire ugye nem volt példa a rendszerváltás óta. Tehát azért többről van itt szó, mint egy kommunikációs dologról. Hát olyannyira, nem vezettek be, hogy nem is vezethettek volna ilyen módon, mert az alaptörvényből a rendkívüli jogrend bevezetésének okai közül a járvány mint olyan hiányzik. Hát igen, eleve ugye már emiatt is nem szedtem ezt a szót, hogy alaptörvény ellenes, inkább az alkotmány ellenes szó el a nyelvemre, mert ugye ezt azért egyetemen inkább így kellett ebből vizsgáznunk, de akkor mondjuk úgy, hogy alaptörvény ellenes már csak azért is, mert ahogy mondod, nincs ilyen kategória. Ráadásul még egyszer mondom, hogy egyszerűen nem indokolta meg a kormány annak bevezetésekor, hogy egyébként a rendes jogrend működtetése mellett miért ne tudná ezeket az intézkedéseket meghozni. Tehát mondom még egyszer, az egészségügyi törvény az teljesen lehetővé tette volna ugyanazokat a dolgokat, amiket rendkívüli jogrend égisze alatt hoztak meg. Be lehetett volna zárni az iskolákat, beutazási korlátozás, mindenféle karanténok, Budapest lezárása, tehát hogy ezeket mind meg lehetett volna tenni enélkül is. Ez így van, de mondom még egyszer, itt valószínűleg abba a korszakba léptünk be, és nem csak nálunk, hanem föltehetőleg tényleg megint világtendenciáról van szó, hogy a tömeg versus egyén dilemmában a tömeg és a tömeg pillanatnyi igényének kielégítése fontosabb. Hogy arra utalsz, hogy úgy érzed, hogy a társadalom ezt igényelte, hogy legyen egy ilyen rendkívüli állapot. Igen, attól függetlenül, hogy nyilván a legtöbben ezt pontosan nem tudták, hogy ez mivel jár, vagy mit jelent, csak a rendkívüliség, a veszélyhelyzet, mint ilyen hívó szó, azt mondod, hogy ez egy ilyen igény lehetett a... Igen, amikor arról beszéltünk az előző órában, hogy a liberalizmus és minden, ami ahhoz tapad, mert ugye jogállam nem nagyon képzelhető el bizonyos fokú szabad elvűség nélkül, az nem egyszerűen arról, azzal a kellemetlen üzenettel jár, hogy felelősséggel tartozol a saját életedért, amit nem szívesen viselünk, ugye mi emberek, vagy annak a teljességét legalábbis nem, hanem mindeközben ilyen bonyolult, formalizált eljárásokat is jelent. És amikor van egy olyan érzés, hogy nagyon hirtelen kell cselekedni, akkor ez a hagyjuk a jogászkodást. Ezzel szerintem elmúlt 30 évben minden oldalon mindenki érvelt már, beleértve jogászokat. Hát igen, ez egy borzasztó nagy probléma. Nem nagyon tudok bővebben, vagy hát tudok ennél bővebben erről beszélni, de hát teljesen egyetértek veled. Egyébként az van, hogy nem teljesen példanélküli, ami történt, mert hogy ráadásul volt egy olyan meghosszabbítása a rendkívüli jogrendnek, amely parlament nélkül tettek meg február tájéken, amikor pont lejárt, és ez egy egészen különleges példanélküli alkotmányos helyzet volt, de volt már ilyen,
2006-ban, amikor elemi csapás miatt kellett rendkívüli helyzetet elrendelni, akkor igen, csak lokálisan valamelyik árvíz sújtott a térségben, akkor az volt, hogy az országgyűlési választás már megvolt, de az új parlament még nem állt föl. Tehát az, hogy a parlamenttel alkotmányosan jóvá hagyassák ezt, ez a régit kellett volna összehívni, ami kérdés, hogy összejött volna-e. És akkor is inkább mindenki legyintett rá, és parlamenti felhatalmazás nélkül ment, ami egyébként azért kijelöli a jognak valahol a szerepét. Hát azt hiszem, hogy tényleg nagyjából a Bibó István megírt mindent, amit most látunk. Hát nem is csak tényleg az elmúlt években, hanem amióta én mondjuk ilyen a közéletet figyelem, tehát hogy azért ez a magyar alkat, ez zsákutcás magyar történelem, erről hosszasan beszélhetnénk, hogy ezek az igények, amikről az előbb te is beszéltél, ezek hogyan vannak természetszerűen jelen a magyar társadalomban. És persze egyébként, ahogy mondtad, ez nem csak egy magyar jelenség, de itt azért ennek szerintem nagyon súlyos történeti vonulatai vannak. Hát ha már Bíbóra utaltál, szerintem ebből a magyar, kifejezetten a magyar rész az ebből annyi, hogy van egy nagyon nagyfokú államhoz kötődésünk. A magyar állam az gyakorlatilag soha nem állt le bármilyen vérzivataros időkben, tényleg a második világháborúnak bizonyos időszakában volt. Az a magyar alkathoz tartozik, hogy neki az átalakítás alatt is zavartalanul üzemeljen az állam, mert jóval nagyobb csoportjai kötődnek hozzá a magyar társadalomnak az államhoz, mint egy általában egy nyugati társadalomban. Hát igen, és ez nyilván mindenfajta mondjuk radikálisabb változásnak, vagy társadalmi változásnak a gátja. Tehát, hogy... Mármint az államfüggőség. Így van. Tehát, hogy mondjam, azért bármi, most nevezzük forradalmi helyzetnek, azért ez egy káoszos helyzetet vonz maga után, áldozatokat kell egy csomó embernek hozni, egy csomó egzisztenciának olyan helyzetekkel szembesülnie, hogy akár évekre az addigi jólét vagy anyagi egzisztenciális biztonság megroppan, és hát ehhez nincs hozzászokva a társadalom, hogy ilyen kockázatokat kell, vagy ilyen kockázatokat szükséges vállalni ahhoz, hogy valami igazán alapvető dolog megváltozzon. Azt a kérdést fogom majd neked szegezni, hiszen arról már volt szó, hogy zenész miként lettél, hogy mikor döntöttél azt, hogy jogász leszel, és milyen érzések vagy gondolatok hatására. De mielőtt erre sort kerítenék, mármint, hogy ezt a kérdést neked szegezzem, be fogok játszani egy dalt szintén tőletek, mert hogy ez meg a másik énethez tartozik. Időközben létrehoztál egy kis zenekart a saját testvéreddel, Lázár Tesók címen zenéltek, volt erről is már szó, és akkor a korai döntésekről, meg a családi indítatásról, akkor ezt követően ejtsünk szót. Beszóló. A Spirit FM interaktív kibeszélő show-ja. Szóljon hozzá ön is. Mondja el véleményét. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető Hont András. Na, a másnaposság múló állapot, ezt el tudom mondani én is, mindenki szerencsére nem énekelve. Azt mondtam, hogy azt a kérdést fogom neked szekezni, hogy azt mikor döntötted el, és minek a hatására, hogy jogásznak mész? Hát inkább azt mondanám, hogy jogi egyetemre megyek. Az, hogy jogásznak megyek, az... Hát ez eléggé későn lett azért egy ilyen döntés. Szóval hogy édesapám jogász, először bíró volt, aztán ügyvéd, és nem presszionált egyébként erre az egész dologra, de biztos, hogy benne van, hogy egy kicsikét így próbáltam valamilyen egyébként nem explicit elvárásnak is megfelelni, meg úgy a töri, meg a magyar volt az, ami úgy jól ment így a gimibe. És akkor hát úgy voltam vele, hogy nézzük meg, hogy ez micsoda, és hát az első évben rájöttem, hogy Jézusom, hát itt borzasztó sokat kell tanulni, és római jog, és egyetemes állam és jogtöri, gondolom neked se kell bemutatni, szóval, hogy akkor te picikét így
így elkapott az, hogy Jézusom, biztos, hogy ezt végig fogom csinálni, vagy végig akarom csinálni. Aztán így sikerültek a vizsgák az első évben, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, hát most már akkor nyomassuk, és nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit fogok ezzel csinálni. Tehát, hogy bennem azért évekig volt ez a nyomasztó érzés, hogy mi akarok én ezzel lenni, és aztán ilyen harmad-negyed évben volt egy pár tök jó órám, jogszociológia például, amit a Flexoli tartott, volt egy nagyon jó ilyen alkotmányjogi fél év, amikor ilyen alapjogi dolgokat nézegettünk, és akkor rájöttem, hogy hát basszus, hát engem igazából ez az, ami érdekel, és nem a polgárjog, meg a büntetőjog, meg a gazdasági jog, meg ilyenek, az nekem nagyon távol volt. És akkor erről tudatosan ráálltam, miután az államvizsgákat nagy nehezen megcsináltam, és akkor utána viszonylag hamar bekerültem az Ekintbe, és visszamentem PhD-zni a jogszosz tanszékre, és akkor ott egy pár évet le is húztam, tanítottam is egyébként első éveseket jogszocból, ezt tökre szerettem egyébként ezt a PhD hallgatóként való oktatást. És akkor szépen... Orbán Gáspár tanítottad? Tanítottam őt is. Milyen volt tanítani? Egy nagyon intelligens hozzászólásai voltak egyébként az órához, ezek az ilyen beszélgetős órák voltak, és hát nyilván jogszociológiát tanít az ember, akkor egyszerűen nem tudja megkerülni az aktuális kérdéseket, és azt hiszem, hogy én is oktatói részről, meg a csoport is, meg egyébként ő is nagyon intelligensen kezelte ezt a helyzetet, vagy kezeltük ezt a helyzetet. Azért kérdeztem mindezt, mert fordított utat jártunk be ezek szerint. Én nagyon határozott elképzelésekkel bírtam annak idején, hogy miért is érdekel ez engem. Nálunk, a mi családunkban senki nem volt jogász, én viszont olyan perverz gyönyörrel tudtam jogszabályokat olvasgatni, hogy ez adta magát, de főleg elsősorban az a hit, elképzelés, hogy na, a jogász, ami a tökéletes társadalmat majd felépíti, egységbe foglalja, és egyébként arra mondom, hogy fordított utat jártunk, mert most már azt élvezem, amikor embereknek tudomására hozhatom, hogy a jog az nem egy mindenható dolog. És pont az elmúlt egy év, vagy amiről előbb beszéltünk, a rendkívüli jogrend, hogy mikor vezetik be, hogy eljön az a pillanat, amikor egyszerűen egy adott közösségben senkit nem érdekel, hogy mi van a jogszabályban. Abszolút, egyetértek. Hát nem is véletlen az, hogy ebből az egész jogi halmazból a jogot kritizáló, vagy a jogot leginkább kritizáló mondjuk ilyen szakterület lett az enyém, a jogszociológia, illetve hát most egyébként, ha minden jól megy, akkor egy hónap múlva átveszem a szociológus diplomámat, úgyhogy talán szociológusként is nyilván egy ilyen nagyon távoli kritikai perspektívába kerültem én is egyébként a tételes jogi szabályoktól, és én is így tekintek erre. Bennem egyébként soha nem volt ez az, hogy a jog az a társadalom jobbításának a legjobb eszköze lenne. Mérnökösködése. Igen, ez nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, tehát ez a társadalmi mérnökösködés, mert nagyon sok ilyen rossz konnotációja lett, de hogy tény az, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogyha nem így használnák, ahogy használják. De így használjuk, viszont itt van velünk a vonalban egy betelefonáló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Én is üdvözlöm magát. Parancsolja, mit szeretne elmondani? Hát én a választásokkal kapcsolatosan, illetve hát a kampányban benne vagyunk, és én nem tudom megérteni, hogy annyira ragaszkodik mindenki a hatalomhoz, hogy minden áron anyagiakat, erkölcsit bevetve az ellenfelét degradálja. Mire utal? Hát utalok arra, hogy most már 24 órában a Kossuth rádióban, a kormány televízió, csak a Gyurcsány, a 15 évvel ezelőtti összödi beszéd, és hát már a gyerekek is azt fújják az iskolába. Miért van erre szükség? Hát idáig arról beszéltünk Lázár Domokossal, hogy ő például gyermekkorában az óvodába ment úgy be, hogy Tordján de Magókt, ebből a sorból azért nem lógasz ki, hogy a gyerekek az elkurtukat fújják az iskolában.
Hát csak ugye akkor még úgy mondjam, a általános iskola első éveit töltöttük. A Gyurcsány idejében már akkor a vagyis az általános iskola második évfolyamát, illetve a második részét, ötödik, hatodikat, és hát a Torgyán Józsi bácsi, Isten nyugosztalja, amikor a parlamentbe felszólalt, az mindig azzal kezdte, hogy engedtessék meg. Ja, de hogy hívják ezt, dallamtapadás? Úgy, körülbelül Lázár Domokosan néztem, igen, dallamtapadás benne van a fülemben, azt hiszem, hogy én már így fogok meghalni is, hogy a expozéit azt őrizni fogom valahol a fülkagylomban, vagy a hallójárataimban. Igen, megvan, ezzel csak azt akartam mondani, hogy pontosan megvan, amire utal. No de. Ez a jó ember, ez nem volt agresszív, nem volt durva, hanem maga módján, mint pártpolitikus, ugye elsősorban, mint kisgazda pártpolitikus, nyomta a szöveget, és hát ki ellen, hát az előző Kádár kormánynak a utódai, a Horn Gyulát, mint a fülembe csengene, hogy mondjon le, és ez el volt intézve. Isten mondott le, abszolút el volt intézve. Ez most is van, ez ha valami állandó, akkor ez most is. Mondjon le, nem mond le. És akkor most a Gyurcsányról csinálnak filmet. Hát kinek van erre szüksége? Szerintem neki se, a családjának se. Hát ezt a filmet nem is ő csinálja, hanem róla csinálják, és alig, hanem lejárató szándékkal. Evidens. A közönséghez hasonlóan én is csak a trailerét láttam még ennek a műalkotásnak. Abból nem tudtam meg természetesen az egészről semmit, csak hogy valaki majd valamikor nagyon csúnyát akar mondani. És szerintem nem csak az Öszödi beszédet fogják ki poentírozni, hanem előveszik a kiszes múltját a Gyurcsánynak, meg amilyen, mondjam, párt propagandisták vannak, az utolsó apjáig visszamenőleg mindenkinek megtalálják, ami fogható. Sajnálja Gyurcsány Ferencet? Én mint ember sajnálom. Én nem vagyok gyurcsányista, de csak Magyarország miniszterelnöke volt. Akkor azt csináltak, amit akartak. A rádióban valamelyik nap megszólalt, akinek a szemét kilőtték, meg olyan meséket mondott a Kossuth rádióban, hogy ellökték, 6-8-an taporzékoltak rajta, és véletlenül élet maradt. A rendőri túlkapások azok sok mindenben kategóriába tartoznak, csak a legendák közé nem. Azért ez a Budapest utcáin az egy valóságos rendőrattak volt. Hát nem csak a televízió, én Budapest belvárosában lakom, mármint a belkerületek egyikében, és a terjengő könnygáz azért jó sokáig visszatérő vendég volt a mindennapjainkban. De kedves András, hát külföldön is van ilyen. Amerikában, bármelyik országban. Valami nem tetszik az állampolgároknak, akkor kifejezik a véleményüket, kimennek az utcára, tüntetnek, kocsikat baragatnak föl, de szerintem a október 23-ai annó ünnepségnél ott nagyon sok embernek benne van a mondjam így, a bűne. Mert miért kellett a két politikai nézetűeket összeengedni? Hát ez a rendőrség bűne, és ha Gyurcsány Ferencnél tartottunk, akkor ez az ő politikai felelőssége. Na de azt mondják, hogy ez meg volt szervezve a Kubatovék részéről. Azt, hogy a rendőrség ráhajtja a szabad... Nem, hát, hogy a fideszesek azok merre menjenek meg, akkor a gyurcsányisták, így mondjam, akkor hogy is akkor a gyurcsányista ott nem volt, ott fideszesek voltak, meg a Fideszen még túllévő radikálisok. Nem ott a Városháza park, az Alkotmány utcától. Igen. Kifejezetten rákergették a radikálisoknak a tömegeit a fideszes gyűlés résztvevőire. Az mindenképpen egy rendőri intézkedési világbotrány volt.
Dalgár Gyényit mégse marasztalták el. Hát ez bizonyos szempontból, ha úgy vesszük, elszámoltatási kérdés. Apropó, mit szól ahhoz, ha már Gyurcsányról volt szó, meg arról, hogy Gergényit nem számoltatták el, hogy Gyurcsány Ferenc meg nagyon határozott elszámoltatást ígér, vagy követel, hogy... Hát ez most mondhatom úgy is, hogy esetleg ijesztgetés, mert szerintem az Orbán személy szerint is tart a Gyurcsánytól, mert hogyha nem tartanának tőle, akkor nem lenne már a Gyurcsány zsebébe a Karácsony, az egész hat párt, az ellenzéki hat párt, az csak a Gyurcsány vezérletére hivatkozva tesz mindent. Nem hiszem, hogy ennyit kellene személy szerint a Gyurcsánnyal foglalkozni. Visszamentünk, Öszödi beszéd, le van tudva, lehet ünnepelni, inni rá, filmet csinálhattak. A kálamista Gábornak biztos, hogy jó pénzt hoz. Ezt nem tudom, mert a Gyurcsány zsebéről volt szó, a kálamistájéről még nem, és fogalmam sincsen, mi van benne, nem is akarom azt hiszem, hogy tudni. De szerintem nem kellene ezzel foglalkozni, hanem szépen hagyj menjen a kampány. Mindenki annyit tesz bele, annyi pénzt tesz bele, amennyit bír, meg amennyit tud. De meg amennyit nem szégyel. De gondolkozzanak már a szegény nyugdíjasokra, gondolkozzanak már a kormány vezetői, hogy hány milliárd forint adósága van a kórházaknak, a pandémia lecsöngése után itt vagyunk június hónap, egy fél év eltelt, és akkor beavatkozások, a fontos műtétek több száz napot váratnak magukra. Ezzel kellene foglalkozni, ezt megérti a magyar nép. Hát ez és mondjuk akkor azt mondja, hogy aki ebbe hathatósan intézkedik, akkor legyen az a vezető. Hát ezt az, hogy ki mit ért meg, vagy hogyan, vagy mi alapján dönt, az erőteljesen kérdéses az elmúlt évtizedeknek a fényében. De nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta, egyiket ebben nyilvánvalóan messze menőkig egyetértünk, hogy koncentrálni alapvetően mire kéne, és azt is nagyjából azt gondolom azonosan írnánk körbe, hogy mi helyett kéne mindezekkel foglalkozni. Mérsékelten csinálni ezt a kampányt még erre a szűk évre, ami hátra van. Nem akarom elkeseríteni, ez csak fokozottabb lesz. Ez durvább lesz, biztos. És én említettem már egyszer, hogy én nagyon tartok attól, hogy itt még dörrenés is előfordulhat. Hát reméljük, hogy ez egyelőre csak ilyen nyári zivatar formájában. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, további szép délutánt, és köszönöm, telefonoljál máskor is, hogyha... Köszönöm, jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Egyébként, minthogyha ezeket a kérdéseket nem tudnánk elengedni. Most még velünk fognak maradni. Mert melyikre gondolsz? 15 éve mi történt, 20 éve mi történt, azoknak a vezér alakjai mémmé váltak, ezben már generációk nőnek bele, identitás formáló tényezők lettek, ilyesmi. Ja, hát igen, 2006-ra emlékszem én is, hogy mennyi is, 17 éves voltam. Az már egyébként az én generációmnak is. Akkor alapítottátok az Esti Kornet. Igen, 2006-ban. Szóval én azért a felnőtt koromnak a nagy részét már azért a NER-ben töltöttem, és mondjuk az ilyen közéleti eszmérésem ez az ilyen Öszödi beszéd körüli, úgyhogy elég szerencsés vagyok, nem? Mi volt az első ezzel kapcsolatos élményed akkor, vagy benyomásod? Az Öszödi beszédnél? Így. Hú. Ne gondolkozzál rajta annyit, mint ugyanezen a kérdésen. Fekete Győr András gondolkodott nem, én a Partizánban. Megijedtem. Emlékszem, hogy néztük a tévébe, hogy szóval talán már aznap tüntetés volt, amikor kiderült, és ilyen ijesztő volt, hogy előtte én ezt nem láttam soha a tévébe, hogy így jelen időben, ezért, tudod, harca van az utcán. Úgyhogy nekem ez volt az első benyomásom, hogy én meg vagyok ijedve, hogy mi történik. 17 éves voltam, egyébként annyira nem foglalkoztam politikával, inkább emlékszem, hogy ennek az ilyen vizuális része volt ez, ami így megijesztett egyszerűen. Hát azok erős képek voltak.
Ja. Énként azt is megértem, hogy egy csomó embernek Vona Gábor ült azon a széken, ahol most te ülsz pár héttel ezelőtt, és neki is mondtam, hogy ugyan nagyon-nagyon a túlsó feléről néztük ugyanezt, de én megértem azokat a fiatalokat, akiknek ez volt a generációs élményük, hogy akkor 2006-ban Budapest utcáin mi volt, és hogy mi bontakozott ki, hogy a tüntetések, a rendőrattakok, a folyamatos Kossuth téri jelenlét, hogy én ebben értek valamit, mert hát hiszen annyira semmi nem történt velünk a korábbi években. Mint hogy egyébként visszatérő egy kicsikét a koronavírushoz, és ez a, mint hogyha ez egy ilyen nagyon erős tényező lenne, ez a történjen már valami. És a hosszú ideig telik valami csendesen az emberiség történetében, akkor valaminek jönnie kell. Ja, igen, abszolút van egy ilyen ismétlődés valószínűleg a történelemben is, hogy a nyugati világnak egy idő után nagyon kényelmes lesz az, amiben van, és akkor kell egy ilyen valami pofon, csak én például a koronavírus kapcsán azt gondolom, hogy ez nem nagyon fog ez az egész, vagy ennek az ilyen tanulságai, ezek nem fognak nagyon leesni. Tehát, hogy például arról, ez nekem tök érdekes, vagy tök vicces az, hogy mindenki próbálja megfejteni, hogy ugye a halálozások mi miatt alakulnak, hogy a korlátozások, nem korlátozások, stb. És hogy ilyen tök keveset beszélünk egyébként arról, hogy például a magyar embereknek egyébként is katasztrofális az egészségi állapota. Tehát, hogy így azt hiszem, hogy a harmadik legelhízottabb nemzet vagyunk, tudjuk, hogy a kórházak milyen állapotban vannak, szóval mintha ezek a faktorok, ezek nem lennének benne az egyenletben, hanem csak azt nézegetjük, hogyha bezárjuk a kocsmákat, akkor mi történik meg. Mi erről az átlátszón csináltunk egy összeállítást, hogy ténylegesen is mekkora a halálozás, hány áldozata volt a koronavírusnak, és fehéren-feketén kijött egy csomó minden ebből. Illetve az is, hogy a szintén egy másik összeállításunkban, mert az alapbetegségekkel foglalkoztunk, hogy a kóros elhízásnak nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy rosszabbak. Nem annyival rosszabbak a halálozási adatok, mint a nyers számokból tűnik, mert jóval több halottat tartanak nyilván, mint amennyi effektíve, kifejezetten letagadhatatlanul a COVID-hoz kötődik, de menthetetlenül rosszak ettől függetlenül a magyar halálozási adatok, és ebben igen, amiket te most említesz, ebben mind szerepe van. Viszont az egy másik tanulság, hogy az emberek mennyire csak egyetlen egy adatra figyelnek, hogy maga a jog, de a kulturális létünk, mint olyan sok szempontból áll össze. És minthogyha valami ezzel való szembesülésünk képességét vesztettük volna el az elmúlt időszakban, hogy a világ egy komplex valami. De érzel bármi hasonlót? Persze, abszolút. Tehát szerintem, ugye ezt kicsit azért érintettük szerintem egy órával ezelőtt, hogy itt tényleg a halálozások számát nézzük elsősorban, vagy kezd el nézni az emberiség, de hát itt azért az életnek egy csomó része megváltozott, és veszteségeket könyvelhet el az emberéletek mellett egy csomó más szempontból is az emberiség. És amiről beszéltünk, hogy valahogy egy kicsikét úgy a társadalom, ösztársadalmilag a társadalmi lélektamba az egészség, vagy így a halállal kapcsolatos ilyen diskurzus, az szerintem egy ilyen nagyon elfojtott valami. Tehát nem annyira értek persze egy a filozófiához, de minthogyha egyébként mondjuk a keleti kultúrákban ez egy sokkal inkább ilyen feldolgozott, hogy is mondjam, dolog volna, például az elmúlás, vagy hogy az ezzel való valamit kezdés, ennek az egésznek mondjuk a kezelése az élet egésze szempontjából, mint komplexum szempontjából. Na, ezzel a vidám témával fogok tovább menni majd zene után. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. No, a halálról volt szó, haláli szám előtt, és azt mondod, hogy nem értesz a filozófiához, szerintem ezek nem filozófiai kérdések, hanem nagyon gyakorlatiak. Tehát, hogy azok a dolgok, azok mindig rejtélyesebbek, amiket nem látunk. De modern emberek
társadalom az úgy épül fel, hogy elvisszük a szeretteinket meghalni, tehát nem ott halnak meg, ahol látjuk a régi szerves társadalmakban, ez ott történt meg a lakóterekben. És hogy valószínűleg itt nem filozófiai a különbség, hogy együtt élnek vele, hanem mondjuk Indiában például nincsen, ezt most láthattuk az indiai egészségügyi intézményhálózatot üzemelni, tehát nincsen hova elvinni, gondolom én. Persze, hát tehát, hogy igen, tehát Indiában nem filozófiai kérdés, azért használtam csak ezt a szót, mert azt érzem, hogy itt viszont valahol egy kicsikét mégis erről van szó. Tehát, hogy mivel nincs gyakorlati, vagy ilyen mindennapi tapasztalatunk a halállal, kivéve egy-két szakmát, emiatt én magam is egyébként azért merem ezt mondani, mert hogy tulajdonképpen engem is így a COVID kapcsán, így a hírek miatt elsősorban azért megcsapott ez a dolog, hogy úristen, egyébként tényleg, hogyha lesz egy vírus, ami még ennél is durvább, akkor mind meghalunk, és akkor mi lesz, tudod, így bevillan az embernek ez, hogy de hát akkor ki fogja hallgatni a zenénket, vagy tudod, ilyen triviális dolgok ugranak be az embernek, és hogy csak ezért mondom, hogy én magam, hogy mondjam, döbbentem erre rá, hogy egyébként ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ezzel kell foglalkozni, hogy a halál az mit jelent, vagy az elmúlás mit jelent, de hogy valószínűleg egyébként mondjuk a vallásos emberek ezzel mondjuk hozzám képest sokkal többet foglalkoznak, hogyha mondjuk komolyan veszik egyébként a nem tudom, a vallási kérdéseket, vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatot. Hát úgyhogy egy kicsikét ezt nekem... Hogy? Inkább az örök élettel, nem a halállal. Na jó, oké, persze. Az egyébként biztos egy ilyen... azt irigylem egyébként, hogyha az embernek vannak őszintén ilyen jellegű fogódzói, ami mondjuk egy hívő embernek, de akinek nincsenek, például nekem azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznom kell, mert hogy az a félelem, amit magamban is érzek egyébként, például itt a COVID kapcsán, az tényleg meg tudja bénítani az embert, vagy azt tényleg legalább annyira mondjuk így meg tudja viselni, hogy aztán könnyen mondjuk dalt ír belőle. Ne hagyj Isten. Született COVID hatásra dal nálatok? Hát kifejezetten a COVID-ról, vagy a COVID tárgyában nem. Nem a COVID tárgyában, hanem hatásra, tehát ez a szorongás élményből. Igen. Igen. De mondjuk, tehát hogy mondjam, én egyébként is egy ilyen szorongó típus vagyok, és sok mindent tudok szorongani, és abból aztán dalt írni. De hát nyilván, tehát hogy szerintem egy csomó ilyen dolgot előhozott belőlem ez a, nem is a COVID, hanem ez az egész időszak, meg az, hogy így kollektíve hirtelen rádöbben az emberiség, hogy törékeny, meg ilyesmi, és akkor így, és akkor ezek így nyilván elindítanak mindenkiben bizonyos érzelmeket. Nekem volt egyébként a COVID alatt egy ilyen nagyon felszabadult időszakom, amikor a Lázertesok lemezt csináltuk, és egyáltalán nem jött közel ez az egész vírus dolog. Nem is nagyon néztem a híreket, ugye akkor még nem is voltak nagyon megbetegedések, halálesetek, meg szinte egyáltalán. De azért így szeptembertől, ahogy ez az egész legalábbis a számok szintjén kezdett így erősödni, meg megint abba kellett hagynunk a koncertezést, akkor meg pont, hogy elkezdett így nagyon nyomasztani, és szorongásokat okozott bennem, és aztán azt hiszem, hogy ebből a dologból születtek dalok. Hát mert ez egy fontos dolog a feldolgozás, ez egyik része a kulturális feldolgozása az eseményeknek, de hogy a te két arcuságodat megint érintsem mindkét felet. Ez számomra a riasztó az elmúlt egyébben a jogi részét tekintve az, hogy milyen precedens teremtettünk. Hogyha innentől kezdve bemondásra lehet akkor korlátozni bármikor. Anélkül, hogy alá kéne támasztani, hogy mekkora is a veszély. Hát ez az. Hát ezért szerintem ezért nagyon súlyos alkotmányjogi szempontból is, meg mondjuk társadalom tudományi szempontból is az, hogy egy különleges jogrendet bevezettek erre. De ez nem feltétlenül csak a különleges jogrendet, mert megszűnt az Európai Unió 2020 márciusában.
Hát igen, bár azért, hogyha ha az Európai Uniónak a magyar demokráciával kapcsolatos, most hívjuk így már nagyon régóta, de mondjuk a magyar demokratikus állapotokkal kapcsolatos ténykedést nézzük, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy iszonyatosan gyenge és impotens dologról van szó, ami nem tud egyszerűen mit kezdeni azzal, hogyha egy ország nem tart be alapvető. Meg egy vírussal sem tud mit kezdeni, abban a tized másodpercben a tagállamokra bízta a védekezésnek a teljes terét. Újra felálltak a határok formális döntés nélkül Európában. Riasztó, nagyon riasztó. Tehát ez egy hatalmas nagy felkiáltójel valószínűleg, amire senki nem fog egyébként emlékezni, hogyha mondjuk az oltások miatt vége lesz ennek az egésznek. Jó, hát én éppen ezért nem szeretem az oltásnak a középpontba állítását, mert hogy eltakarja mindazokat a jelenségeket, amelyekből tanulságot igen, le kéne. De ezt mondom, de hogyha mondjuk, érted, hogyha a halálozások meg a megbetegedések lecsökkennek az oltás miatt, és elmúlik ez az egész, akkor a következményekről senki nem, vagy a tanulságokról senki nem fog beszélni, hanem az lesz a kommunikáció, amit már ugye miniszterelnök úr be is mutatott a maszk levételével, hogy ezen is túl vagyunk, menjünk, haladjunk tovább. De ebben mindenki érdekelt megint csak, az abszolút ellenzéke is, amelyik meg ugye még az elmúlt időszakban is turmó módon zárási lázban égett, és a terasznyitások miatt már előre tömeghalált vizionált. Sőt, éppen a zárás oldalról akarta előzni a kormányt. Nekik is az érdekük az, hogy ezen tanulságokról ne essék szó. Hát igen, most itt nyilván van egy verseny, hogy ezt a Covid dolgot ki mennyire tudja a másikra rá égetni, de azért az nyilván az vitán felülálló dolog, hogy azért mégis az van, hogy itt a Fidesz kezében van minden erőforrás és a hatalom, és ők kezelték úgy, ahogy ezt az egész helyzetet. De nyilván az ellenzéknek is egyébként kommunikációsan lesújtó a teljesítménye is. Jó, mondom, ott mind a két oldalát megint bizsergetni akarom a személyiségednek, vagy a tevékenységednek. Mondtam, hogy az egyik a jogi tanulság az egyik. Itt a precedens kérdése az, amelyik mind a kettőnk számára nyomasztó lehet. Ugyanakkor a másik a benned lévő művész, hogy neked az feltűnt, hogy amint megjelent a Covid, ha már Covid dalokról volt szó, milyen mérhetetlen gics dömping árasztott el minket, ez a felszínes, szentimentális érzelgősség? Abszolút, igen. Tehát ez, mi egyébként elég tudatosan el is döntöttük. Az elején eldöntöttük azt, hogy nem fogunk ilyen karantén bejelentkezéseket csinálni, nem fogunk karantén koncerteket csinálni, a raktárkoncertet se vállaltuk, az persze más megfontolásból, de részben emiatt is, hogy mi nem fogunk elkezdeni belemenni ebbe a sem a jó fejkedésbe, hogy fütyüld a dalunkat, miközben kezet mosol, meg maradj otthon, meg ezt csináld, azt csináld, hanem azt gondoltuk, hogy ilyen szempontból hagyjuk békén egy kicsikét a közönségünket, bízzunk abban egyébként, hogy továbbra is hallgatni fogják otthon a dalokat, mert ez fontos nekik, számít nekik, stb. Úgyhogy én erre is számítottam egyébként, hogy egy része a zenészeknek megpróbál erre a jófejkedési vonalra rászállni. Nem tudom, nem az én ízlésemnek való. Visszatértünk a rock and roll és a liberalizmus kérdéséhez, hogy a gics az, ami, ahol nincsen veszély, ahol nincsen megfejtés, ahol nincsen a bukásnak az a fajta kockázata, hogy a közönség ezzel nem tud mit kezdeni, mert hát hiszen eleve tudom, hogy mit várnak el tőlem, pontosan tudom, hogy mi az az érzelem, amit ki kell elégítenem, együtt sóhajtozom és busongok és örömködöm a saját közönségemmel, ez a veszélytelenségnek a műfaja. Hát abszolút, és miközben egyébként azt gondolom, hogy most magamat fogom művészembernek mondani, miközben nem gondolok magamra így, de hogy egy alkotó ember, vagy egy művészembernek felelőssége az, hogy ne kamúzzon. És szerintem az egy ilyen komplex dolognál, mint egy világjárvány, egyszerűen kamúzás ez a jó fejkedés.
Mert hogy nem tisztázod azt, hogy mik a tétek, hogy itt most pontosan miről van szó, és hogy egyébként azzal, hogyha azt mondom, hogy maradj otthon, az egy bizonyos nézőpontból oké, de más nézőpontból a maradj otthon az azt is jelenti, hogy egyébként egy csomó ember el fogja veszteni a munkáját. Persze, de hát ez a gicsbe nem fér bele. Oké. Csak ez, ahogy azt mondom, hogy szerintem ez egy kicsit súlyosabb dolog, mint pusztán gics. Tehát itt, hogy ez sajnos egy hazugság, ami történhet persze tudatlanságból is, vagy átgondolatlanságból, de lehet tök tudatos is, és ilyen szempontból, ja, nem volt valami jó a tapasztalatom, főleg egyébként a tavalyi évben idénre már lecsengett ez a dolog, úgy éreztem, hogy kifulladt. Én azért a gicsnek az erejét nem intézim el az annyival, hogy ez nem pusztán gics. Kunderával messze menőkig egyetértek, hogy ahol gics van, ott előbb-utóbb diktatúra is lesz. Mert... Abszolút. Na erről is egyébként beszéltünk, mert ez... Nincsen sok időnk, de ezt a két percet azért meg akkor fordítsuk erre, mert mondom, ez aztán... Tényleg abszolút. A jogászba és a zenészbe egyaránt, vagy jogászt és a zenészt egyaránt érintőti. Hát igen, én azt látom, hogy az ízléstelenség és az önkény között nagyon erős és összhang van. Tehát korrelál egymással a kettő, és hogy egész egyszerűen van egy csomó olyan politikai gesztus, nem csak most, hanem mióta a politikát figyelem, ami egy jó ízléssel rendelkező társadalomban azt eredményezni, hogy azok az emberek, akik most egyébként a politikai diskurzust irányítják, azok már régen nem mennének egyszerűen itt, mert hogy a hideg kirázna egy jó ízlésű társadalmat mondjuk ezektől a karakterektől, ezektől a szólamoktól, és hát szóval, hogy ebben én nagyon, nagyon is látok egyébként potenciált ebbe az összefüggésben, amit mondasz. Hát mert van összefüggés, nyilvánvalóan, mert... És igen, vannak olyan kérdések, azt hiszem legalábbis, amikor az embernek először az esztétikai érzéke az, amelyik jelez. Abszolút. Hogy még nem tudja, hogy ezzel társadalmilag, jogilag, gazdaságilag, egészségügyileg probléma lehet, vagy mi a probléma, de az esztétikai érzékei már jeleznek, hogy itt valami hamisság van. Teljesen egyetértek. Szerintem ez egy nagyon kevéssé tárgyalt dolog, és nagyon fontos. Nem tudom, hogy ezzel mit lehet egyébként kezdeni, vagy hogy szóval, hogy ezzel hogyan lehet valami fajta változást előidézni, de azt gondolom, hogy például a médiában, vagy a kultúrán keresztül ezzel érdemes próbálkozni, mert és én azért is szoktam egyébként akár zenekari csatornákon is közéleti dolgokról időről időre megnyilvánulni, vagy azért szoktunk megnyilvánulni, mert azt gondoljuk, hogy ha értelmiségiként tekintünk magunkra, akkor ebben például van némi felelősségünk is, és lehetőségünk is van, hogy talán ez tegyünk valamit, hogy ez egy kicsit változzon. Na, akkor maradjunk ebben végszóként. Szerintem kellően erős végszó a beszélgetésünkhöz, amelyben egyébként az elmúlás is szóba került, és nem direkten, de majdnem az elmúlással egyenértékű. Az az élmény, amiről azt mondom, hogy a legismertebb számotok szól. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm.